Horvátországba is szívesebben mennek a befektetők, mint Magyarországra. Kifog az Alkotmánybíróságon a takarékszövetkezeti szektor átalakítása, és hiába a gyedextra, alacsony a magyar nők foglalkoztatottsága. Egy óra van, önök a Privátbankár híradóját látják. Köszöntöm önöket, Balla Györgyi vagyok. Kelet-Ukrajnában folytatódik a katonai akció. Moszkva szerint Ukrajna lassan polgárháborúba sodródik. A kijevi vezetés szerint az orosz barát szeparatistákat Moszkva saját erőivel is támogatja. A Kreml szerint azonban ez a vád abszurd. Közben Moszkva barát fegyveresek elfoglalták a Donyecki városházát, és orosz fegyveresek vannak más kelet-ukrajnai városokban is. A befektetők hangulatát is az határozza meg, hogy mi történik Kelet-Ukrajnában. Az OTP és a Richter papírokra érdemes figyelni a budapesti börzén, mert ez a két részvény rendelkezik jelentős orosz, illetve ukrán kitettséggel. Ezeknek a papíroknak az árfolyamában lehet a legnagyobb korrekció napközben, erre számítanak az elemzők. A vezető részvények közül most az OTP, a Richter, a MOL és az M-Telekom is erősödni tudott a tegnapi záráshoz képest. Legnagyobb mértékben 1,3%-kal a Magyar Telekom. És azzal, hogy a hajnali kínai GDP adata vártnál minimálisan kedvezőbb lett, már is világszerte javulni kezdett a hangulat. Éppen emiatt a forint is kezd visszaerősödni a tegnap estére elért két hetes mélypontjáról. A bankközi devizapiacon most 1 euró 308 forintot ér, 1 svájci frank 253-at, míg 1 amerikai dollár 223-at. Egy helyen került előrébb a 10.-ről a 9. helyre Magyarország, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2014-es konjunktúra jelentése szerint. A helyezés azt mutatja, hogy a kamara által megkérdezett vállalatok szerint mennyire vonzó az ország, mint befektetési helyszín. A közép-kelet-európai országok között továbbra is első Lengyelország, második Csehország, a harmadik pedig Észtország. Magyarországot megelőzi Horvátország is, Oroszország viszont mögénk került. Több területen kissé javult a megítélés, de a korrupció és az átláthatóság terén romló tendenciát látnak a cégek. Az Alkotmánybíróság a keddi teljes ülését a takarékszövetkezeti szektor állami átalakításának szentelte, de nem hozott döntést, ezt írja a Napi Gazdaság. Az Origó pedig úgy tudja, hogy nincs véleményegyesség a bírák között, így rövid távon nem is várható határozat. A testülethez a 120 takarék többségét tömörítő Országos Takarékszövetkezeti Szövetség fordult még tavaly júliusban. A szervezet egyebek mellett azt sérelmezte, hogy a takarékszövetkezeti rendszer átalakításával korlátozták a szövetség és az általa képviselt szövetkezetek tulajdonosi jogait, illetve hogy hiányoztak az állami tulajdonba vételhez szükséges alkotmányos feltételek. Orbán Viktor szerint az országgyűlési választáson az emberek igent mondtak az új gazdaságpolitikára, amelynek célja egy munkaalapú, nem pedig spekuláció alapú gazdaság felépítése. A kormányfő dicsérte a duális szakképzési rendszert is, szerinte ez adja az alapját a munkára épülő gazdaságpolitikának. Ezért bejelentette, hogy megállapodást készülnek kötni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy a 2014 és 2020 közötti fejlesztési időszakban több 10 milliárd forintot fordítsanak a szakképzési rendszer fejlesztésére. Az idei költségvetésben valamivel több mint 106 milliárd forintot irányoztak elő gyermekgondozási díjra. Az év első hónapjára tervezett 17,7 milliárd forintos kiadással szemben azonban mindössze 15,2 milliárd forintot, az előirányzott 86%-át használták fel. A tavainál magasabb keretet az idén bevezetett GyedExtra indokolja. Ettől a kormány azt reméli, hogy akár 10-20 ezer kisgyermekes anya is munkába áll. A januárban életbe léptetett intézkedés csomaggal kapcsolatos első adatok azonban azt mutatják, hogy az anyák többsége inkább otthon marad a gyerekkel. Ez olvasható a Világgazdaságban. Kilőtt az építőipar februárban, az építőipar termelése 28,3%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az egy éve megfigyelhető általános növekedés mellett a februári kedvező időjárás is hozzájárult a termelés nagyarányú emelkedéséhez. Ezúttal is az útépítések húzták az ágazatot. A Tesco áruházlánc magyarországi leányvállalata lényegében az egyetlen olyan tagja volt a cégcsoportnak, amely az elmúlt üzleti évben növelni tudta árbevételét. Írországban, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Törökországban is 3-4%-os mínuszban zártak a leányvállalatok,
míg a magyar Tesco forgalma 0,5%-kal nőtt. Alig lehet már szállást foglalni az ünnepekre. Kovács István, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára azt mondta, hogy a vidéki wellness és gyógyszállodákban húsvétkor a magyar vendégek vannak többségben. A vidéki hotelek kedvezményes árakon jellemzően félpanziós csomagokat kínálnak, és ezeket plusz szolgáltatásokkal, ünnepi programokkal egészítik ki. És végül arról, hogy drágult a benzin 3 forinttal, a gázolaj ára ezúttal nem változott. Így a benzinért literenként most 413-414 forintot kell fizetni, a gázolaj ára maradt 417-418 forint. A MOL legutóbb éppen egy héttel ezelőtt csökkentette 4-4 forinttal a benzin és a gázolaj árát is. Ma még egyszer délután 4 órakor lesz híradó itt a Privát Bankár oldalán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.